megint megfordult. Most elment. Mégiscsak van ott fenn valaki. A felső szomszéd. Na tehát itt is vagyok a Glitch Attractionnek a folytatásában, nem tudom mozgatni az egeremet, mert jó a játék. Levettem a grafikát ugyanis, hát visszanéztem a videókat és észrevettem, hogy vannak benne eléggé gyakori FPS droppok erősen, és nem én teltek, hanem arról, hogy rosszul van optimizálva a játék. Szóval ezt a videót megint csak sötétbe veszem, ugyanis lusta vagyok felhúzni a redőnyömet, és ez a rész ez így is úgyis sötét, úgyhogy ha a képernyőt nem láttok, akkor már egyszer facecamet se kaptok. Nem egyébként, na, tehát rájöttem, hogy mit kell csinálni, fogjuk rá. Szóval, kell keresnünk egy asztalt, aminek ki lehet nyitni az egyik fiókját, és elvileg ott lesz egy kártya, ami nekünk kell. Tehát mi most egy kártyát keresünk, egy névkártyát pontosabban, ugyanis ott van egy checkpoint annál. Közben elmondom, hogy rájöttem nagyjából, hogy hogyan kell kijátszani Enardot. Ez ugye nem erre felé jön. Merre felemegy? Visszamegy? Viszont látásra Ennardó. Tehát rájöttem nagyjából, hogy hogyan kell kijátszani Ennardot. Nem nevezném mondjuk megbízhatónak ezt a taktikát. Szóval... az a taktika, hogy csak futkozol. Szó szerint ennyi. Ott van az, ahol kell ugye a kulcs. Ott van egy fuse-os box. Szóval itt lesz majd az egyik checkpointunk. Erre fele, gyere. Kapd be. Elbozó, le vagy stanolva. Baj van. Srácok, baj van. Merre fele mész? Ne, erre fele, gyere. Menj el. Jó. Szóval, a kulcsra nem lesz szükségünk. Ugyanis, megnéztem, mire van a kulcs, csak egy secret, nem fontos nekünk. Szóval, egy feszítővas kellene, valamint, hát ugye ide a bejárat. Szóval, kinek az asztalát keressük? Én nem ismerek olyan embert, hogy tintapaca. Hát jó. Nem lehet megnyomni az orrodat, szomorú. Akkor keressünk olyan embert, akinek nem tudjuk a nevét. Nincsen valahol egy kicseszett paletta? Nem palettára gondoltam, hanem ilyenre, ilyen raklapra. De rossz! Szóval megpróbálok mindent tőlem tehetőt, ugyanis hogyha megvan az a névkártya, akkor csak visszavisszük oda, kinyitjuk, felnyomjuk az áramot, és van egy checkpointunk. Szóval ebben a részben igazából az egy kifejezett célom, hogy csak a checkpointig jussak el, ugyanis kivinni úgyse fogom, mert annyira tetű nehéz, hogy ez nem igaz. Most mindenáron az a célom, hogy ne húzzam fel magamat. Habár ugyan ismerem magam, az sikerülni fog, nem is elég. Méghozzá jó gyorsan, sajnos. Szóval, keressünk egy asztalt, ami, tehát, ahol gyakorlatilag, hát, ki lehet nyitni mellette, és körbe lehet nézni. Most egy olyan helyet keresünk. Tehát Ennard, ez egy köcsög, nem vitás. Úgyhogy, keress ott a kulcs, de az nekünk nem kell. Mivel az csak egy secret, és én meg nem akarom azt megcsinálni. Talán checkpointnál. Szóval, Susie-nak az asztala. Nem ő kell nekünk sajnos, ő nem a mi emberünk. Ott nem tudom kié van, de nem fogjuk megnézni. Ez talán... nem. Nem ilyen asztalt keresünk. Itt van a kijárat. Az kinek az asztala? Brandon asztala. Ez a Fusion Gamer asztala. Aki ismeri a FNAF youtubereket, az tudja ki az. Louis asztala, ez Dalko asztala, ott vannak a kutyái. Jó. Itt van ugye még egy fuse. Ha. Picikét random a map. Csak egy nagyon minimálisan. Mert szerintem az. Én nem fogom használni ezt a lámpát. Ez bullshit volt. A map túloldaláról vett észre. Ez baromság volt. Ez... én nem az a lényeg, nekem csak az a kicseszett kártya kell. Semmi más nem is érdekel most jelenleg, csak az az egy darab kártya. Légy szíves, köszönöm. Szóval... fél mapon körbenéztünk már, de nem tudom, hogy hol a kártya. Hol lehet? A kártya nem random.
kártya egyértelműen nem random. Rá akartam lökni a palettát. Szóval ami most a taxunk lesz, az szerintem az, hogy keresztül futok az egész mappon és körbenézek, ugyanis a kártya az nem random, és a hely sem, ahol spannol, az sem random. Minden esetben ugyanott spannol. Én viszont csak tudni akarom, hogy mi ez a pozíció, hogy hát, hogy tudjak haladni. Szóval, akkor az lesz a tax, hogy keresztül futunk a mappon. Nem ti vagytok azok Albert. Angel, ti sem. Ez mit ír mondjuk? Javíts ki a bugokat kiadás előtt. Itt csinálták a FNAF VR-t? Talán lába nem látszik ki. De rossz. Jó, itt maradok. Itt csak nem vesz észre. Miért jönne ide be? Nincsen neki indoka, hogy ide jöjjön. Kapcsoltam lámpát, de nem tudom minek. Itt szerintem még rosszabb, mint sötétben. Azt le fogom kapcsolni újra. Ne körözzél már itt, légy szíves, csezd meg. Kicseszett kártyát keresek. Ekkora köcsögöt, mint ez, világ nem látott. Na, mehetünk, szóval. Kártya, kártya, kártya. Adrian, asztala, nem. Mi John-t keressük. Mágikus John-t. Jó, elment. Louis asztala. Hol a tökömben van? Megvan, uraim. Nincsen feszítővasunk. Ott van, ami kell nekünk. De nincsen feszítővasunk. Ó, édes Istenem. Szóval Louis asztalától visszafele egy kicsit. Horribilisan rossz. Bum. Stanolódj be, mert hülye vagy. Na, légy szíves. Ne szórakozzál már, játék. Hol van ez Louis asztalához képest? Balra oldalra gyakorlatilag. Itt sincsen. Ez meg map túloldaláról észrevesz, beszarok. Ez a pali, ez annyira idegesítő. Ez eddig talán a legrosszabb része a játéknak. Csak már idegesítő. És már nem mükszik a facecam-em normálisan. Mert basszus, mennyország van fölöttem. Nem értem, hogy miért ennyire fényes. Utoljára, amikor használtam ezt a lámpát, nem volt ennyire fényes. Rohadjak meg, ki lett benne cserélve az égő valami giga égőre, vagy nem tudom. Horribilis. Borzalmasan rossz. Komolyan mondom, a feszítővasak és az asztal, ami kell nekünk, azt keresztbe spannolnak egymástól a mappon, és ez direkt így van megcsinálva. És nem csak az, hanem ahova a kulcsot kell vinni, tehát azt a kártyát, amit keresünk. Jó, én lekapcsolom ezt a villanyt. Szóval tehát az, ahova a kártyát kell vinni, az is a map másik felén van, és ezt komolyan mondom, hogy direkt van így megcsinálva, mert egy köcsög a játék. Azért nem használom ezt a lámpát, mert semmi értelme. Spannolt? Nem spannolt. Nem is tudom, hogy random-e. Feszítővas szerint... Nem, a feszítővas nem random. Amúgy ott fekszik egy endo. Nem, ez nem random a feszítővas. És pontosan azért nem találok. Igen, jó. Nem random a feszítővas. De rossz. És akkor... Igazából annyira tök mindegy volt ott. Meg az is annyira tök mindegy, hogy be vagyok stunolva. Mert hogy ott, tehát hogy ott igazából is észrevesz akkor újra. Nem tudok futni. Halott vagyok. Az a probléma, hogy menni fog neki, hogy felhúzzon, mert sajnos képtelen vagyok haladni. De nem akarom, hogy felhúzzon, nem akarok még egyszer elveszteni a fejemet videóban, de az a baj, nem tudok mi más csinálni sajnos. Csak szenvedni. Szóval akkor azért elmondom nektek, hogy ez nem túlreagálás. Próbáljátok ilyen játékot ingyenesen letölthető Game Jolton. Én komolyan mondom nektek, hogy ennek a játéknak, ennek megvan mindennye ahhoz, hogy egy jó játék legyen. Tehát megvan az alap, a vizuál, megvan a gameplay, megvan, hogy jó játék legyen, de nem tudom, hogy hol ment rosszul, de a nehézségi fokba és az információ átadásba nagyon-nagyon lecsúszott. Olyan szinten, hogy azok miatt élvezhetetlen. Tehát mondom, próbáljátok ki nyugodtan, sőt, inkább mondom is, hogy próbáljátok ki, hogy ti is tisztában legyetek a mechanikákkal, meg stb. Próbáljátok ki, és mondjátok el a véleményeteket róla. Csak mert garantálom, hogy lesz legalább egy ember, és akkor már boldog is leszek, hogyha legalább egy ember egyetért velem,
aki ugyanazt fogja mondani. Tehát, hogy megvan rá mindene, hogy jó legyen. De a jelenlegi állapotában sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy totál élvezhetetlen. Boldog vagyok. Minden problémámnak véget vetettek. Hát ez hihetetlen. Eljutottunk a checkpointig. Szóval ide kell az a kis szutyok. Megkereshetem, megpróbálhatom. Na de mostantól jön a fájdalom. Ugyanis fuse-okat kell javítanunk. És tehát a piros az a középső. Kékkel kezdünk, kérem szépen. Szóval a kék az lila, sárga, kék. Jó. Tehát olyat kell majd keresnünk, és azt kell majd az első slotba rakni. Azt nem tudom, hogy fent pozitíve, vagy lent pozitíve sajnos. Ezt mindjárt megnézzük. Jó, elment ennél. Szóval... pozitív, lila, sárga, kék. Pozitív, lila, sárga, kék. Pozitív, lila, sárga, kék. Ez megy a kékbe. Pontosan. Piros jön utána. Az... kék, piros, piros pozitivitás szerint, tehát kék, piros, piros, nem, kék, piros, piros, úgyhogy a kéknél pozitív, igen, jó, aztán sárga, piros, kék, sárga, piros, kék, úgyhogy a sárgánál pozitív, rendben, ezek megcsinálhatóbbak, mint az előző, de azért ez is fájdalmas, sárga, piros, kék, ha, az... ez itt, nem? Az ott, nem? Sárga, piros, kék. Mi van? Pozitív oldalánál sárga. Ott van. Sárga, piros, kék. Ja. Jó. Egy megvan. A háromból. Ott a kulcs? Ja nem. Az az ajtó. Kezdjünk-e menni? Valamerre. Kezdjünk-e nem menni sem erre? Meg lehet, hogy baj van, srácok. Ott van még egy fuse-gép. Wow. Azt lecsaptam. Chill. Én is egy jobbot vagyok. Beálltam közéjük. Befogtak munkába, oké? Okay? Jobbot vagyok mostantól. Én is takarítom a szemetet, vagy nem tudom igazából, hogy ők mit csinálnak. Elraktam. Ó, ezt erre lehet rakni? Ne erre fele, gyere, légy szíves. Az ott a kulcs a távolban? Mert akkor amúgy azért elmehetnék. Megmutathatom nektek a szikretet. Lehet, az jobban fog menni, mint hogy kivinni ezt a részt. Mondjuk annak azért örülök, hogy eljutottunk az első checkpointig. Tehát az kifejezetten egy... az egy win az én könyvemben. Szóval... ah! Oh, Freddy! Meg lehet nyomni a... az én emberem. Na, szóval. Itt van még egy gép. Itt viszont nem lehet sajnos elbújni. Szóval... zöld, lila, zöld, az a... az a kék. Zöld, lila, zöld. Zöld, lila, zöld. Sluk. Zöld, piros, zöld. Ha, az is jónak hangzik. Az esetleg nem. Ez? Nem, zöld, kék, zöld. Ez nem kell. Zöld, piros, zöld. Ez? Nem. Mi van? Nincs is olyan. Ha? Ja, ez. Hátul volt. Zöld, lila, sárga. Nem. Ez? Nem. Zöld, lila a középső? Zöld, lila, sárga és a zöldnél. Puk. Hihetetlen, srácok, megy a játék. Szóval, még egy gép kell.
Most nagyon-nagyon halk leszek. Ez mi ez a hely? Diget Soul Inside. Mi ez a hely, uraim? Én ezt nem láttam még. Itt spannolunk? Ja, ez a spawn. De hülye vagyok. Az utolsó gép a map másik felén van. A kijárat meg megint itt. Direkt van így megcsinálva. Közvetlen a spam mellett volt a kulcs. Egészen eddig közvetlen a spam mellett volt ez a kicseszett kártya. Ez felcsesz. Tudom, hogy ott volt a kulcs, de nem tud sajnos érdekelni jelenleg a kulcs. Hol van az utolsó ilyen gép? Nem ítem. Itt maradok ennél, csak mert palettáknál el tudok menekülni. Megindulok erre. Itt van az utolsó gép, nem? Hát itt ez. Sárga, sárga, kék. Sárga, ez talán? Középső még nem világít? Uram. Szivat. Szivat, basszus. Az a legvége, és nem tudom megcsinálni, mert ez az idióta nem működik. Mert nem világított fel. És ez meg hát annak világítania kéne. Ugye itt nem vesz észre. Kérlek, ne. Hogy észrevesz, akkor inkább secretre megyünk és kulcsra. Visszament? Van esélyünk, srácok. Viszont a kijáratot azt tényleg nem tudom, hogy hol van, úgyhogy ott megint csak futkozni kell majd körbe. Na? Mi az ábra? Sárga, sárga, kék. Ennek kell lennie, de nem világ... Nem. Sárga, sárga, kék. Ez? Sluk. Sárga, sárga, zöld. Sárga, sárga, zöld. Kék, kék, sárga. Világos kék, sötét kék, sárga. Nem jó. Ver a szívem, mert felcsesz, hogyha én ezt most elvesztem itt. Megint csak eljön idáig, és nem megy végig. És megfordul, igaz? Léci. Utolsó fiúz van hátra. Légy szíves. Megfordult. Megint megfordult. Tehát most errefele jön. Nem, megint megfordult. Most elment. Mégiscsak van ott fenn valaki. A felső szomszéd. Mi volt az? Világos kék, sötét kék, sárga. Az ez. Hol a kijárat? Kivittük Enárdot. Hát ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen, sötét szobában ülök és kivittük Enárdot. Valahogy nem tudunk valami fényt varázsolni, az a baj, hogy nem nagyon szerintem sajnos. Képzeljétek el, sötétben vagyok, de képzeljétek el, hogy látható, hogy örülök, rendben? Bevágok ide egy fotót arról, hogyan örülök. Szóval, FNAF 6 location. Afton. Nem. Music Man. Szerintem megtaláltam a kiutást. Gondolom ezen kell majd valahogy átmászni, vagy nem tudom, paper pal. Kamera? Nem? Miért vagyunk mi itt ki? Ja, ez...
ez a Back Alley. Ez de jól meg van csinálva, basszus. Jó, szóval honnan jöttünk mi ki? Innen jöttünk ki, ez itt egyvent. Az egy rázó. Még egy rázó, jó, tehát lehet rázni a venteket, hogyha valami jönne bennük, gondolom. Te gondolom csinálsz majd valamit? Szerintem. Nem tudom, szerintem te csinálsz majd valamit, ez itt világít, úgyhogy gondolom, hogy fontos. Itt tudom én igazából. Be kell nekem oda mennem aftonhoz, mert nem akarok. Ó, basszus. Vent lights. Bemehetek? Körbenézni. Szóval... itt benn fog égni az úri emberünk, igaz? Aha. Itt van egy kis... mi ez a hang? Ez a lámpa? Please deposit 5 coins. Egyes hasa, kettő válla. Egyes, kettő, kettő, tehát pik, pik, pik. Természetesen nem nyílik, az nem nyílik. Azok rájöttünk be, hogy azok csak dekorációk, én először azt hittem rá, hogy az is valami kód. Nem. Hát, meg akarom fogni a kezét, de... adok neki egy puszit. Jó. Kinéztem belőle, mert hogy ő ugye afton meg minden. Ez sem nyílik, basszus. De aranyos vagy. Ú, de félelmetes, sötétben csak a lábakat látni. Szóval itt is van valahol valószínűleg egy Freddy plüss, aminek meg lehet nyomni az órát, ugyanis ez mindenhol van. Nem tudom, én már akarom nézni, de aztán ki tudja, hogy hol találjuk. Ezt gondolom ki lehet majd nyitni. Itt lesz majd valami... ha, hát ez egy dornak néz ki, ugyanis ott ilyen sárgásak a szélei, tehát ezt lehet majd lecsukni ezzel. Fix info. Nem is látjátok a fejemet, nem tudom, minek mutogatok. Ezzel is lehet majd valamit csinálni, ez szerintem csak dísz. Tehát akkor, na várjunk, kire kell majd figyelni? Vent, Music Man, Afton, Rockstar Freddy. Nem lesz ez sok. Meg erre itt kéne, ez lesz gondolom egy puzzle, meg van még két ajtó, ami zárva van. Szóval igen, venteket lehet rázni, a monitorban meg tudod magadat védeni, szóval van egy külső ajtó, az ez, gondolom ez a monitor? A zöld sarok, ja igen, ez, jó, szóval itt lehet majd külső ajtót állítani, lehet majd hívás szisztem, meg visszalökő szisztem. Mi van? És mitől kéne megvédenem magamat? Mi afton fog majd kijönni? Ő neki nem annak kéne lenni a mechanikájának, hogy itt benn van, és akkor itt benn így nézegetjük a promptokat, vagy valami? Hát jó, nekem így is megfelel igazából. Ja, hogy ennek nincsen a szélén hitboxa amúgy. Ó, át lehet folyni rajta félig, na mindegy. Mi a következő? Vidd ki a puzzle-öket, amielőtt elkap valaki, vagy ami előtt elfogy az időt. Időlimitünk is van. Kell lesz nekünk? Mi van? Ha? Mi a puzzle-ünk? Nem értem, hogy mi a puzzle. Te mit csinálsz? Mi ez a 13.40? Wow! Lög még neki! Meddig kell? Mikor? Jó. Ő rendben van. Ő is. Szerintem. Egyelőre csak Afton meg Freddy van. Gondolom. És akkor ezt kéne kivinnem? Baby! Szóval... ő kívül fog lenni. Figyelj az erdőkre, hogy észrevedd, hogyha jön. Hogyha látod őt, akkor kapcsold be a repel rendszert, hogy ne tudjon ráugorni a kerítésre. Mi lenne, hogyha... az engem nem érdekel, hogy ráugrik a kerítésre, én fényt szeretnék. Ó, de jó természetes fény, és nincsen mennyország fölöttem, szóval... elment a nap, arrébb egy picikét, úgyhogy most tudom használni a napot a fényemként, nem kell a lámpámat, ami fényországot csinál fölöttem. Szóval, még egyszer, én ezt minél gyorsabban kijátszom.
Miért hallottam hangokat? Ott van Freddy. Muszáj volt. Bocs, Afton. Oké. Okay. Fura hangokat hallok mindenhonnan. Egyetek! Mit a kömet hallok én? Ó. Oh. Szerintem megvan. Viszlát. Ott bent ott szerintem minden rendben van, nem? Ott kint is minden rendben. Egyes Happy Frog. Hé! Hey. Ide? What? Egyes Happy Frog. Itt írja. Ő nem jön. Nem? Ja. Mi van? Hey, hey, hey! Vissza. Rossz Freddy, menj vissza. Adios. Szóval kit keresünk még? Egyetek. Mi volt ez a hang? Ja, mi lenne, hogyha ezt becsuknánk amúgy? Meg ezt a hívórendszert, ezt nyomjuk be. Felállt Afton. Más volt neki a póza, nem? De. Kéne még ilyen cetliket keresni, infóval rajtuk. Gondolom ezt kinyomhatom. Haló. Hallottam valakit benn mozogni. Szétkapja. Megdarálja az ajtót, basszus. Lenyugodtál? Csukva tartom, hogyha nem baj. Szerintem nincsen neki hátránya, hogyha az mindig csukva van. Maradjon csak úgy. Egy, két, há. Pik. Edd meg. Hé, edd meg a pizzát. Jó, hogy onnan nem lehet lőni, pikpakpuk. Nagyon jó vagyok. Van neki hátránya, hogyha én ezt sosem nyitom ki? Hát nem tudok bemenni. Miért is hátrány az? Én ezt előnynek venném. Szia! Te melyik vagy? Ez. Elment. Viszlát. Close. Jó, én ezt zárva tartom. Semmi értelme kinyitni. Legalábbis én nem sok értelmét látom kinyitni. Egyéje! Ó, itt a középsőt, azt nehéz lesz behitálni. Freddy? Nem? Dehogy is nem. Tudtam, hogy téged hallották, te köcsög. Menj vissza, légy szíves. Nem is rád, most jelenleg szükség, viszlát. Jó, hogy te vagy az időlimit? Jó, hogy 10 perc a limitünk? Ja, hát az nagyon sok. Mi van, ami 15 percre indultunk? Hát ez eléggé sok, viszont akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú rész. Nem? Nem lesz ez egy picikét túl hosszú? Hát meg. Egyé! A középsőt azt itt szerintem be se lehet hitteni. A középső basszus az éhen hal. Menj vissza. Úgy. Nem tudom, hogy mit csinálok, de működni. Működő képes. Szóval az lesz, kérem szépen, hogy... Nem nagyon működött. Jó, hogyha többet adsz neki, akkor több ideig van ott, aha. Értem, ja, és még mindig oda van ragadva, basszus. Hát azt úgy megtemítettük. Egy-két há. Egy-két há.
alattad meg megeszi a gyerek? Nem, nem eszi meg. Jó, addig fogok most játszani, ameddig ezt meg nem csinálom, ezt itt. Az ott benne, az ott addig menni fog, mert plusz sebek leállítani. Jó, deaktiváljuk. Mit tudom én, nem tudom mit csinálok. Na, hogyan kell? 1-2-H. 1-2-H. Jó, és akkor 1-2-H. Nagyon jó vagyok, basszus, hát ekkora már... Bibi. Viszlát. Afton benn van. Mármint, hogy nem benn van, de ezt mindenki tudja, hogy benn van, nem vagyok hülye. Csak tehát, hogy Afton az úgy... Nagyon. Nagyon, nagyon helyén van. Azt megeszi a gyerek, megette, nagyon jó. Mármint, hogy Afton az így fel van állva gyakorlatilag. De nem értem, hogy miért akar, amit csinál például a karrendszer. Annak például pont semmi értelme gyakorlatilag. Wow, 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 wow. Menj vissza, légy szíves. Jó. Azt nem mondta senki, hogy a karrendszernek mi értelme van, de gondolom, hogy ilyen papírokat... Ilyenkor kéne lenyugtatni? Gondolom ilyenkor kéne lenyugtatni, meg kiszakítja basszus ezt az ajtót. Aha. És akkor ez meg charge-olódik. Oh. Ez is de jó mechanika. Az itteni rész, ez tetszik. Hallottam. Anyá. Hogy fogjáljunk a fejét a kis köcsög. Gyerünk. Viszlát. Jó, én nekem ez az a csukó lesz. Tehát akkor néha oda is be kell majd mennünk. Oké. Okay. Meg lesz majd oldva, de hát egyelőre, hogyha nincs erre szükség, akkor igazából minek menjünk be, értitek? Nem engedi kilőni! Ne, csak kettőt evett csóró. Még éhes. Franc egye meg. Van ennek egyáltalán vége, vagy csak a semmiért játszom vele amúgy? Ez csak valami időhúzó, vagy ezt ki is kell vinni? Pikpak, pikpak. Csak egy kell neki! Jó, megbotott is három, mindegy. Ha már egyszer így vagyunk, akkor már egyszer Music Man-nek a jumpscare-ét megnézik, így is van egy olyan achievement. Nem fogom megcsinálni az összes achievementet, de van egy olyan kifejezetten, hogy nézik meg az összes achievementet, úgyhogy... Vagy jumpscare-t. Hé, ezt a... baj van. Afton nem fog most jönni közeljövőben, úgy nagyon. Mindegy, lezárom. Gratulálok! A projektor szobában megkaphatod az ingyen pizzádat. Milyen projektor szoba? Tehát bent is kéne valamit csinálnunk, igaz? Nem akarok bemenni. Jó, menjünk be, nem leszek beszari. Sziasztok! Kettes Freddy! Ott mutatta, kettes Freddy. Ott van, kettes Freddy, ki a hármas? Mit tudom én, a hármasat az végig tippeljük majd. Fontos egyetlen, hogy ki a hármas? Nem. Majd betippelgetjük, aztán csak tudjuk, hogy mi a jó. Csak szól róla a játék. Tehát kettes Freddy, hármas meg... Mit tudom én, végig spameljük. Ez mi volt? Ez mi akart lenni? Eltaláltam a... kódot? Te mindig annyira megijed el. Basszus. Nyugi. Nyugi, nyugi, nyugi. Meg vagyunk? Szia. Na. Ugyanúgy zárva. Ugyanúgy zárva. Ki a harmadik? Nincs róla infónk, hogy ki a harmadik pickpatch. Ventet hallottam, hogy a fenti szomszéd volt. A Mennyországból szóltak, jó. De hát pickpatch.
Megkaptuk a kicsezett kulcsot, én ezt se vettem. Hey. Maradjál! Menj vissza helyedre! Úgy. Hova kell kulcs? Gondolom ide. Meg leszünk mi ott benn? Ez a projektor szoba? Ja. Hol az ingyen pizzám? Ha, fast coin. Ez kell a... izéba. Ó, beszorultam. A izéba, nagyon megy a magyar nyelvben. Ide, és akkor pik. Pak. Köszi. De pont rosszkor. Léci. Jó. Megverjük ezt a köcsögöt is, és utána bevisszük majd ezt a... Mi ez a sok szutyok, ami nálam van? Hova kezdtem el szállni? És miért? Mozgott afton. Láttátok, hogy mozgott afton. Nem vagyok hajlandó bemenni. Hosszú napunk lesz ma, igaz? Ez tetszik. Itt nem nagyon van rácsózva így instant. És itt így jó is mennek gyakorlatilag egybe a dolgok. Szerintem legalábbis. Szerintem eléggé fair, hogy milyen szinten jól mennek egybe a dolgok. Na, megvárjuk, mi történik, amikor lejármézik meg. Gondolom, hogy csak az időlimit, de akkor már egyszer kíváncsi vagyok a jumpscare-ére. És elbújok majd itt az egyik ventbe. Így ide így bebújok majd. Hát, ha nem kap el. Szóval ezeket a cuccokat, ezt a kis szutykot, ezt gondolom be kéne vinnünk a... projektor szobába? Nézzetek hülyének, de mi nekünk régen volt szerintem egy olyan projektorunk, nem teljesen emlékszem rá. Annyi lényeg, hogy ez a lap ez nagyjából átlátszó. És hogyha ezt odarakjuk és összerakjuk, akkor kapunk egy képet belőle szerintem, ami talán info valahova? Vagy kinyit valamit, mert hogy... Jó, nyugi van. Nem van a kedvenc zenéd, éppen most mixelték. Újra, gyerünk. Nyugi. Megvagy? Lenyugodtál? Szerintem lenyugodott. Bup. Na! Go be! Go! Jézusom, hát mire én ezt kirakom? Ez a teteje egy... Ez mi volt? Semmi. Beta a játék. Hú, de beta. Nagyon beta. Az oda megy. Az... Nem látom az egeremet. Olyan fényes. Oda megy. Az úgy, mi nem? Ez jön így. Ez így, ez mi volt? Négy, három, kettő, egy, világ vége lesz, remélem készen álltok. Indul a világ vége, srácok. Nem jön értem. Jön értem! Határozottan eljött értem. Jó, szóval ez a része a FNAF 6-os eddig kifejezetten tetszik a játéknak, és nem is tűnik annyira nehéznek szerintem. Picikét időigényes, de ez nem tűnik annyira unfairnek és idegesítőnek, mint a többi, úgyhogy ezt meg tudom csinálni. Ebbe még bízok is magamban. Többi részben nem volt magamnál önbizalom, itt most van. Szóval körülök, hogy végül igazából arra jutottunk, hogy egy olyan rész van a végén, ami jó. Mert szerintem ez a vége, nem? Van a backgrounds. Utolsó előtti, tehát ezután van még egy. Melyik játékban nem voltunk még? UCN? Tényleg abból kijött egy VR-os verzió, de nem fogok vele szerintem játszani, mert totál ugyanaz, mint a sima. Nem voltunk még a VR-ban, de oda miért mennénk? Szerintem a Help Wanted az nem olyan szinten kanon a sztorihoz.
Vagy de az, de az ilyen side rip-off game cucc, tudjátok. És hát akkor nem játszottunk még a Security Breach-essel, mondjuk azt nem tudom, tehát arra meg ott van a Security Breach, tehát... Na mindegy, ötletem sincs, hogy mi lehet a vége. Szóval akkor. Tovább infók mindig itt vannak, Letterre, van egy Discord szerve, lépjetek, hogyha be akartok, hamarosan meg lesz az 1000 tag, és megpróbáljuk azt elérni év vége előtt. Úgyhogy akkor holnap folytatjuk majd a Glitch Attraction of FNAF 6-os résztől. Csősztök? Hali. Bruh.